A háború közben is érzéketlenül nyilatkozik és sületlenségeket beszél Márki-Zay Péter, így látják a kormánypártok. A baloldali miniszterelnök jelölt vasárnap este azt fejtegette egy interjúban, hogy a menekülők, akik most a háború miatt jönnek át a határon, könnyebben tudják leadni a szavazatukat a Fideszre, mintha nem lenne háború. Márki-Zay Péter azt is tudni véli, hogy egyébként a kárpátaljai magyarok közül sokan inkább orosz pártiak, mint ukrán pártiak. Ha igaz az a gondolatod, hogy az Orbán kormány borította lángba az ő szülőföldüket, belőlük nem lesz Fidesz szavazó. A baloldal miniszterelnök jelöltje és kérdezője Simon András arra használta fel a háború elől menekülő emberek helyzetét a szokásos vasárnap esti Facebook interjúban, hogy a határon túli magyarokat kritizálja, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Márki-Zay Péter a videóban egyebek mellett azt mondta, szerinte a kárpátaljai magyarok között nagyon sokan orosz barátok. Ne zárjuk ki a lehetőségét, hogy azért nagyon sok kárpátaljai magyar az inkább orosz párti lehetett, mint ukrán párti. A baloldali listavezető szerint a háború miatt menekülők az áprilisi országgyűlési választáson is kihasználják a helyzetüket. Mikorábban át kellett jönniük a határon aznap, és a lakhatatlan ingatlanba bejelentkezett 201-eként leadták a szavazatukat a Fideszre. Most nem kell átjönni, mert már itt vannak. Tehát, hogy azok, akik átjöttek 60 ezeren, azok jelentős része szerintem magyar szavazópolgár, tehát ők valamivel könnyebben fognak. Vagyis szerinte azoknak, akik a háború miatt kénytelenek voltak elhagyni az otthonukat, most legalább könnyebb lesz szavazniuk, állapítja meg a Magyar Nemzet. Ezzel kapcsolatban Márki-Zay Péter azt is mondta, a Fidesznek azért lesz támogatottsága közöttük. Tehát én azt nem tudom kizárni, hogy a Fidesznek azért lesz támogatottsága közöttük. Ti mondjátok el nekünk, hogy milyen legyen itt az élet. Kérlek, ne tegyétek meg! A Márki-Zay Péterrel egy listán szereplő Gyurcsány Ferenc korábban is élesen támadta a határon túli magyarok szavazati jogát. A volt miniszterelnök egy alkalommal azt is mondta, nem szabad hagyni, hogy részt vegyenek az európai parlamenti választásokon. Nincsen rendben, hogyha 8 millió képviseletének jogához csatlakozni kívánnak olyanok, akiknek országai nem tagjai az Európai Uniónak. A baloldal 2002-ben sem tett másként. Akkor 23 millió román munkavállaló bevándorlásával riogattak. 2004-ben pedig óriás plakátokon nagybetűkkel kiemelve buzdítottak arra, hogy a magyar választópolgárok szavazzanak nemmel a határon túli magyarok kettős állampolgárságára. Kapcsoljuk Palócz Andrét, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzőjét. Jó reggelt kívánok! Háborús helyzetben milyen üzenete van az ilyen kijelentéseknek? Hallgatva ezeket a szavakat, ez nem csak szomorú, hanem tovább megyek, ez ízléstelen. Tehát nyilvánvaló, hogy háborús helyzet esetén bárki, akinek az első vagy második asszociációja is arra irányul, hogy ki hova szavaz, és nem arra, hogy mit kell segíteni ezeknek a bajba jutott embereknek, az arra utal, hogy itt valaki egy teljesen más típusú gondolkodásban van, és úgy tűnik, hogy teljesen az alatt a hatás alatt van, hogy alakul most a kampány, és nem veszi észre, aki hát állít, hogy egy háborús helyzetben minden magyarnak össze kell fogni, és látszik, hogy azért a magyarok többsége nem csak a magyar menekültek meg, akik érkeznek Ukrajnába, hanem tekintet nélkül mindenkire, hogy a korábbi bejátszókban is láthattuk segít. Most ehhez képest azt látjuk, hogy a baloldal egyes politikusai most is csak azon számolgatnak, gondolkodnak, hogy ez hogyan hat az ő választási kampányukra. Ugye a baloldaltól hallhattunk már hasonló mondatokat, ahogy az talán az iménti összeállításban is elhangzott. Ugye 2002-ben 23 millió román munkavállaló bevándorlásával riogattak, 2004-ben pedig arra buzdítottak, hogy a magyar választópolgárok szavazzanak nemmel a határon túli magyarok kettős állampolgárságára. Mi a célja egy ilyen baloldali retorikának? Valóban láthatjuk, hogy ez nem új keletű, gyakorlatilag 20 évre nyúlik vissza a baloldalnak ilyen típusú határon túli magyarokkal kapcsolatos kiszólásai, illetve riogatásai. Ez elsősorban arra utal, hogy ki hogyan gondolkodik a nemzetről, és a nemzetben való gondolkodás kinek hogyan jelenik meg a politikában. Nem új keletű a baloldal esetén, hogy többször megnyilvánult, hogy amikor arról van szó, akkor akár segítség, akár választójog, akár egyéb más szimbolikus tettekben is nem gondolkodnak nemzetben, és alapvetően a
határon innen élő magyarok azok, akik számukra az elfogadhatók, sokszor használják a lakosság és az állampolgár szót pont ezért. Márki-Zay Péter azt is mondta, hogy magyar katonai repülő szállít fegyvereket Ukrajnába, miközben Orbán Viktor miniszterelnök többször is kijelentette, hogy Magyarország nem szállít fegyvereket, és hazánkon keresztül halált okozó eszközöket sem szállítanak. Kovács Zoltán államtitkár pedig ugye úgy reagált Márki-Zay Péter mondataira, hogy ez fake news. Tájékozatlanság vagy tudatos becsapása ez az embereknek Márki-Zay Péter részéről? Tudja, az a félő, hogy lehet, hogy ez egy rossz indulatú félmondat, vagy tájékozatlan, igazából teljesen mindegy, mert a lényeg az abban van, hogy háborús helyzet van egy határa innen, ez veszélyes. Minden ilyen meggondolatlan, vagy tájékozatlan félmondat, az nagyon sok és nagyon nehéz következményekkel járhat. Mindenkinek ötször meg kell gondolni, hogy ilyen helyzetben miket állít, és nem szabadna, hogy ez ilyenkor politikai támadások keresztüzében legyen, hiszen egyértelmű, az országunk biztonsága sokkal fontosabb, mint az ilyen napi politikai meccsek esetleges megnyerése. Akár árthat is az ellenzék ezekkel a meggondolatlan és sértő nyilatkozatokkal Magyarországnak? Egyértelműen árthat, hiszen arról van szó, hogy van egy nagyon világos kormányzati irány, amit viszünk a helyzet kapcsán, van egy tiszta irány, amit a NATO-val egyeztetve Magyarország folyamatosan képvisel. Na most ehhez képest valaki ilyen álhíreket terjeszt, akkor fölmerül a kérdés, hogy melyik a hiteles forrás, és ez nem csak itthon merül föl, hanem a szövetségi rendszerünkben is. Palócz Andrénak nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen.